Így nézett ki pár hónappal ezelőtt a zöld esztéke, és így néz ki most. Ahogy a felvételeken is látszódik, nem sok változás történt. A törött berendezések és a szemétkupac még mindig elborítja az épületet és a környékét. Ez a körülmény pedig elősegíti a patkányok elszaporodását, amelyre már a lakók is felfigyeltek. Nagyobbat, hogy mekkora araszt nyit körülbelül, azt nem tudom, hogy az akkora egér van-e, vagy patkány, nem tudom biztosan. Hát én itt lakom a közelben, én csak hallomásból értesültem róla, hogy vannak itt rágcsálók. Nem tudom, hál' Isten, még nem találkoztam vele, de biztos, hogy vannak, egyébként nem mondanák a lakók. Biztos, hát ahol ekkora rendetlenség van, ott nagyon könnyen megteremnek. Őszintén szóval nem láttam, de hallottam, mert egy ismerősöm a közelben lakik, és ő bizony látott is. Ezek azok a blokkok, amik olyan színnel vannak színezve, amit normál körülmények között nem nagyon lehet látni, ez is a biztonságot szolgálja. Kék színű méreggel tölti fel a zöld esztékánál elhelyezett patkányírtó dobozokat Csabi Nelek, az önkormányzat által megbízott rágcsálóírtó cég ügyvezető igazgatója. Mint mondta, az enyhe tél miatt idén a rágcsálók gyorsabban szaporodtak, ezért folyamatosan írtják őket az egész városban, amelynek köszönhetően egyre csökken a számuk. Ez a kerület és ez a rész, azt lehet mondani, hogy még a többiekhez képest egy 70%-os eredményt értünk el, itt is azért egy 60% körüli eredményt tudtunk elérni. Nagyon-nagyon sok segítséget kapunk a lakóktól, és nagyon sok segítséget kapunk a közös képviselőktől. Ez elsősorban arról szól, hogy itt láttak, ott láttak, amott szaladtak, mi ezekre a részekre, amikor a bejelentés érkezik, hogy itt egy picit többet láttak, akkor kimegyünk, átnézzük a ládákat, felkutatjuk azokat a lehetőségeket, ahol el tudnak bújni, és azokra ráerősítünk, és ott a többletládával viszonylag gyorsan és jól szabályozható a populáció mennyisége. A város területén körülbelül úgy néz ki, hogy olyan 7-800 darab láda van kihelyezve. Ezeknek a pótlása, a törött ládáknak a cseréje, illetve az eltűnt ládáknak a pótlásával, ez egy állandó szám környékén szeretnénk tenni. Csabina Elek hozzátette, a város területén jelenleg mintegy 800 rágcsálóírtó doboz van kihelyezve. Ezek pótlása és feltöltése folyamatos. A tervek szerint ősszel már 1000 doboz lesz. Így bíznak abban, hogy a jövőben egyre kevesebb gond lesz a rágcsálókkal.